A környezeti katasztrófák olyan szinteket értek el, amit soha korábban nem jegyeztek a Földön. Az erőteljes és gyakran kiszámíthatatlan események miatt megfelelő megelőzési és sürgősségi programot kell kidolgozni. Manapság már egy mobiltelefonos applikáció is életeket menthet. Az eltelt 10 évben a természeti csapások csak Európában 7 millió áldozattal jártak. A gazdasági kár elérte a 113 milliárd eurót. A legnagyobb veszélyt az áradások jelentik. A torinói katasztrófavédelem műveleti központjában éppen gyakorlatot tartanak. Az iReact csapata végső teszteket végzi a katasztrófa elhárító csapatokat segítő alkalmazásukon. Az app egy összetett rendszer része, amely nagy mennyiségű adat feldolgozásából nyeri ki a természeti válsághelyzetek kezeléséhez szükséges információkat. Az iReact a gyakorlaton látottakból ítélve lehetővé teszi a helyszíni adatok begyűjtését a terepen, amelyekből megállapíthatók a kritikus pontok és a történtek, vagyis a legfontosabb információk. Az iReact az első európai platform, amely egyesíti a különböző forrásokból érkező sürgősségi adatkezelést. A mobil alkalmazás a műholdas adatokat kombinálja az előrejelzéssel, a katasztrófavédelemtől és a polgároktól beérkező információkkal. Az iReact adatai egyrészt hétköznapi eszközökről érkeznek, mobiltelefonokról, a közösségi hálóból. A képek és adatok többsége pedig az Európai Bizottság által létrehozott Copernicus műholdrendszerről. Jelenleg ez a legkomolyabb forrása az adatfelhőknek. Az Európai Kutatási Projektből fejlesztett alkalmazás nagyban segíti a katasztrófavédelem munkáját, ráadásul a polgárok bevonásával több adatot gyűjthet be. Az alkalmazást nem csak a polgári védelem és az önkéntesek, hanem a hétköznapi emberek számára terveztük, akik jelentést küldhetnek vagy kaphatnak a műveleti központokból. A polgári védelem önkéntesei gyakran az első szemtanúi egy környezeti katasztrófának. Az eszköz kulcsfontosságú küldetésükben. Egyszerű és azonnali. Vészhelyzetben a valós állapotokról nem csak szóban, hanem képekben is be kell számolni. Az iReact segítségével könnyebb begyűjteni és feldolgozni az adatokat. Az okostelefonokon kívül okos szemüvegekkel és más hordozható eszközökkel is felszerelik a mentésben dolgozókat, hogy a kész használata nélkül is küldhessenek vagy kaphassanak adatokat. Egy kiterjesztett valóság érzékelésére alkalmas szemüveg prototípusát viselem. Ezzel láthatom az alkalmazás műveleteit is. Áradáskor fényképezek, és a mobilhoz hasonló módon továbbítom a képet, de csak egy kézzel. És a távirányító segítségével jelentek a műveleti központnak. Az alkalmazás hatékonyságát egy 2018-as polgári védelmi gyakorlaton tesztelték. A pán-európai iReact projekt fejlesztői most a rendszer végső élesítésén dolgoznak.